Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm Filip Teodor atyát, újmisés atyát, aki eljött közénk, elvállalta a felkérésemet, és eljött, hogy a mi templomunk búcsú ünnepén, Kisboldogasszony Mária születése ünnepnapján eljöjjön, és bemutassa ezt a szentmise áldozatot, a legszentebb áldozatot. Tisztelettel, szeretettel köszöntelek körünkben. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm Róbert atyát is, aki beült gyóntatni, tehát a szentmise alatt lesz gyónási lehetőség a gyóntató székben, hogy tiszta szívvel tudjunk magunkhoz venni az oltári szentséget, illetve teljes búcsút tudjunk nyerni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelent kedves testvéreket, a téglásiakat, a más egyházközségből érkezetteket, a más felekezetűeket. Köszönöm, hogy eljöttek és együtt ünneplünk ezen a mai szép napon. Köszöntjük égi édesanyánkat, illetve hálát adunk érte a mindenható Istennek, hogy van nekünk, hogy adta őt a számunkra, és kérjük, hogy az ő példája szerint tudjunk élni mi is. Ebben a legszentebb áldozatban imádkozunk a egyházközségünkért, égi édesanyánk oltalmát kérve rá, Minden itt jelenlévőért, minden hívőért, minden hozzánk tartozókért, azokért is, akik téglásról elszármaztak, de máshol vannak most. Jóisten áldása, kegyelme, égi édesanyánk oltalma
kísérje mindannyiújuk életét. Illetve külön szeretném imádkozni ebben a legszentebb áldozatban a képviselőtestület tagjaiért, azokért, akik áldozatos munkájukkal sokat tettek egyházközségünkért, és tovább már különböző okoknál fogva nem tudják vállalni ezt a tisztséget. Adunk hálát a mindenható Istennek, megköszönjük a munkájukat, a szolgálatukat, és kérjük Isten áldását további életükre és szolgálatukra is, hiszen ebben a Szentmise keretében lesz az új képviselőtestület beiktatása is. Hallgassuk meg most a Szentmisénk előtt a gyermekek köszöntő versét a mai szép ünnepi alkalomból. Örül Titus őszülője, ki Gábriákra szentül és a szűznek és anyának nevez. Örül kegyelemmel teljes, születésed nem volt gyötrelmes, Lilion vagy szép nemes. Örül, hiszen egy született föltámad. Te visszanyerted, éredet ott föltámadott. Örül Krisztus mennyasszállat, látod, amit a világot messze hagyva távozott. Örül, te is felvétettél, és dicsőséggel övesztettél a mennyei trónusi. A te néved szent gyümölcse, lehet, mint égét, hogy betöltse, te általad adat. Köszönjük szépen ezt a szép és kedves verset. Most megkérném Teodor atyát, hogy mutassa be a legszentebb áldozatot. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkedben. Főtisztelendő plébános atya, Krisztusban szeretett testvéreim, én is először megköszönöm a kedves meghívást, hogy itt lehetek, és ezt a szent misét önökkel együtt ünnepelhetem ezen szép búcsónapon. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Olyan gyönyörű ez az egyház évünkben, olyan gyönyörű ez a nap, hiszen annak a születésnapját ünneplünk, akit sokszor oly édesen úgy szólítjuk, hogy drága édes anyánk, Mária. Készítsük föl szívünket ezen szentmise elején, adjuk oda ajándékba, ajánljunk föl szíveinket Szűz Mária szeplőtelen szívének, Jézus Urunk legszentebb szívének, megbánván minden fölismert bűnünket, vétkünket, mulasztásunkat. Tekintsünk tehát önmagunkba, és kérjük bocsánatot bűneinkért. Jónom, mindenható Istennek, és kedves testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és tökéletes vérei, imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istennek.
Istenünk, add meg nekünk, házad népének, mennyei kegyelmet, ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyaságában, felvirat az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mikeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, te, Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében. Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig. És ez lesz a béke. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Amen.
Szent lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Nászón, Nászónnak Szalmon, Szalmónnak Boász Ráhábtól. Boásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnak Izály, Izálynak pedig Dávid király. Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Oziás, Oziásnak Joatám, Joatámnak Aház, Aháznak Ezékiás, Ezékiásnak Manassesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Józiás, Józiásnak pedig Jekóniás és testvérei a babiloni fogság idején. A babiloni fogság után Jekóniásnak Szalátiél volt a fia, Szalátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Abiud, Abiudnak Eliakim, Eliakimnak Ázor, Ázornak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt. Nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Még ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! A te születésed, Isten szülő szűz, örömet hirdetett az egész világnak, mert belüled tündöklött fel az igazság napja, Krisztus Istenünk, ki eltörölvén az átkot, áldást hozott ránk, és meghiúsítván a halált, örök életet ajándékozott nekünk. Tisztelendő Péter atya, Krisztusban szeretett testvéreim, dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsértessék Jézus Krisztus! Ezen csodálatos vasárnapon az Anya Szent Egyházunk rendelése szerint eljöttünk ebbe a gyönyörű templomba, hogy a szeretettel telt szívekkel ezen búcsúi ünnepségnek részesei lehessünk. A mai szent napon a boldogságos Szűz Máriának, Krisztus Urunk édesanyjának a születésnapját üljük. Eljöttünk ide, hogy az arkangyalok, az angyalok és Isten minden szentjeinek nagy öröméhez társuljunk, velük együtt énekelvén, üdvözlégy, ki által öröm derült föl reánk. Üdvözlégy, mert te szültél Krisztus Urunkat, az életadunkat. Üdvözlégy, mert általad megújul a teremtmény. Üdvözlégy, mert általad leborolva imádjuk a Teremtőt. Kárpátalja Isten szerető népének szívében mindig lángolt, és mind a mai napig is lángol a mély tisztelet és az őszinte szeretet a legtisztább Isten szülő mennyei édesanyánk Szűz Mária iránt. És így módon ez a nép a határtalan szeretetét tanúsítja az ő szent fia iránt, ami Urunk és Istenünk Jézus Krisztus iránt, akit hordozni szeplőtelen szíve alatt Isten tetszéséből éppen Mária lett méltó, akit ő, mint emberi nem üdvözítőjét szülte Betlehemben. Mária, akit drága Urunk, keresztfáján haldokolva édes anyául mindannyiunk számára ajándékozott. Őt, szép Szűz Máriát, aki a szentek végtelen seregében a legesleg méltóbb a mi dicséretünkre és tiszteletünkre, és legfőképp a mi gyermeki szeretetünkre, amely szeretetről jöttünk ma tanúságot tenni, a méltatlan gyermekek szeretetéről legméltóbb édesanya iránt. Ezen búcsúi szentmisében tehát liturgikusan megemlékezvén, dicsőségesen megünnepelvén drága szűzanyánk születését, bűnös fejünket odahajtjuk anyai áldására, és térdre borulunk legszentebb fia előtt, a mi Urunk Jézus Krisztus előtt. Jeruzsálemi egyház hagyománya szerint Szűz Mária Jeruzsálemben született, az úgynevezett Betesda fürdő közelében. 5. században ezen a helyen emelték egy templomot Szűz Mária édesanyának, Szent Annának tiszteletére. És ezen templom felszentelése pont szeptember 8-án történt, szeptember 8-án került rá sor, és így
Később, pont ezen a napon elkezdték megünnepelni, megemlékezni Mária születését is. Vagyis Mária születéséről. A nyugati egyházban ez az ünnep sokkal később, egészen 7. században került liturgikus ünnepei között, közé, sokkal később lett bevezetve első Szergely pápa által. És 13. században 4. Ince pápa kiemelte ennek az ünnepnek a fontosságát azzal a rendeletével, miszerint Szűz Mária születését 8 napon át kell ünnepelni, ahogy ez volt egészen 1955-ig. Tehát Mária születésének egy 8-ada is volt. De miért? Miért is ünneplünk mi igazán Szűz Mária születését? Mit jelent számunkra ez a születés, ez az ünnep? A római és a görög katolikus liturgikus hagyományban, szövegekben mi sokszor úgy nevezzük Krisztust, ami megváltunkat, hogy üdvösség napja. Krisztusban, kedves testvéreim, de mi előzi meg a napnak a felkeltét? Mire lehetünk figyelmesek korán reggel, amikor a nap csak készülőben van, hogy fölkeljen, úgymond? Az nem más, mint a hajnal. A legtisztább Szűz Mária születése, melyet ma ünneplünk, tulajdonképpen nem más, mint egy áldott hajnal, amely megelőzi, előre hirdeti szent és áldott felkeltét annak a napnak, aki nem más, mint a mi Urunk Jézus Krisztus. A boldogságos Szűz Mária születése már magában hordozza azt a vigasztaló hírt, az örömhírt, az evangéliumot. Isten üdvözítő tervében ez a születés, ez a hajnal tulajdonképpen egy felkészítés, készület, hogy egykor a maga idejében a mi Urunk Jézus Krisztus üdvösséges születése is megtörténjék. Amikor Krisztus világra születvén valóban üdvösség napjaként felkelt a megváltásunk égtávlatai felett. Üdvözítünk eljövetelének ezen felkészítésének, ezen felkészítéséről emlékezünk meg a mai napon. Üdvösségünk hajnalát ünnepli az Anya Szent Egyház kisboldogasszonykor. Sok egyházi énekünkben mi úgy is énekünk Szűz Máriához, hogy üdvözz légy hajnal csillaga. Üdvözz légy üdvösségünk hajnala, hisz belőled született Krisztus Istenünk, a mi lelkünk üdvözítője. A mai dicsőséges napon annak a legáldottabb Szűznek, Krisztus édesanyjának és a mi mennyei édesanyánknak a születését ünnepeljünk, ki minekünk mennyország ajtaja, mennyország kapuja lett, mert anyai pártfogásával meg nem szűnik közben járni szeretet gyermekeiért, értünk bűnösökért a Szent Fiánál. Anyai oltalmazó kezével pedig mutatja nekünk biztos utat az üdvösség felé, és ezen az úton, mint egy jó édesanyja kisgyermekeit vezet bennünket ezen az úton. Az Isten szülő Szűz Máriának születésnapját ünneplünk, akit egykoron Gábor arkangyal így köszönté, hogy üdvözl légy. És mi is a mai napon fáradatlanul és őszintén ugyanúgy köszöntjük őt ezen szavakkal, hogy üdvözl légy Mária. Mert te lettél
a mi békességünk. Te lettél az új Éva, hisz az az első Éva az Éden kertjében engedetlenségével csak átkot hozott az egész világnak, az emberi nemnek. És ez a Szűz Mária, ez az új Éva engedelmességével és alázatosságával Isten szent fiát hozott a világnak, aki azóta is szüntelenül bőven árassza el a benne hívőket minden áldással és szent kegyelemmel, aki üdvösséggel ajándékozza a híveit az örök élettel. A mindenkoron segítő Szűz Máriának a születését ünnepeljünk, aki számunkra a tisztaság és az ártatlanság legjobb és legszentebb példaképe. Követve az ő szent példáját, kapaszkodva édes anyai karjaiba, lehetőségünk van, hogy biztosan haladjunk a szent életűség és az igaz életűség útján. Drága jó testvéreim, az édes anyánk születését ünnepeljünk, aki nehéz, sokszor szenvedés és igazságtalanság teli életünkben segítségünkre siet. Sok nehézségeink, szomorúság és különböző kudarcaink ellenére ő az, aki mindezek ellenére megtanít bennünket édesen imádkozni mennyei atyánkhoz, és hűségesen tartani szent parancsolatait. A legáldottabb, dicsőséges Szűz Máriának a születését ünneplünk, kinek szeplőtelen szíve alatt, ami drága Urunk legszentebb szíve dobogott. A mai ünnepléssel tanúsítjuk és hirdetjük, hogy ezentúl a mi szíveink nem ezen csalfa, mulandó világnak szeretnének szolgálni, hanem hogy szíveink egyetlen vágya most az, hogy a két legszentebb, legédesebb szívvel együtt dobogjanak, Jézus Urunk isteni szívével, és Szűz Mária szeplőtelen szívével. Krisztusban szeretett testvéreim, van tehát mit ünnepelnünk a mai napon. Boldog az a nép, és drágolátos kincs birtokában van az a nemzet, aki éj szép és dicsőséges titkokat ünnepelni képes. Boldog és szer fölött áldott az a nép, amelynek van édes anyja a mennyben, aki szüntelenül szólítja föl gyermekeit mindig, mindenütt és mindenben egyedül a Szent Háromságos Egyisten akaratát keresni, azt teljesíteni, és boldogan neki szolgálni. Boldog Kárpátaljának a népe! Boldogok vagyunk mi itt, amikor Isten szent oltára előtt hálát adunk az Úrnak, hogy új nagy kegyelmekben részesít bennünket, és hogy oly szép Szűz Máriát édes anyánkul adta nekünk. Krisztusban szeretett testvéreim, emlékezzünk csak vissza! Milyen jó volt annak idején, vagy éppenséggel milyen jó most is az, amikor egy szép ajándékot oda nyújtjuk édes anyánknak. Születése napja alkalmából. Vagy kedves édes anyák, emlékezzenek csak vissza, milyen jó volt, vagy milyen jó most is, amikor a benneteket szerető gyermekektől ajándékot kaptok. Bármi is legyen az az ajándék, de az a legjobb ajándék. Én is így ma emlékezem vissza arra az időre, amikor kisgyermekként valami kis ügyetlen rajzucskát odaajándékoztam a drága édesanyámnak, de
az ő örömének nem volt határa azon kis rajzucska láttán. A mai napon mennyei édesanyánk születésnapját üljük. Drága jó testvéreim, ne felejtsük el ezen a szép napon ajándékot hozni Szűz Máriának, édesanyánknak. Valaki megkérdezné, hogy na de atya, kérem, milyen legyen ez az ajándék? Mit adhatok én a Szűz anyának? Ne felejtsük el, drága testvéreim, hogy a mai ünnepi mise áldozat búcsúi mise áldozat. Lehetőségünk van szokásos feltételek mellett teljes búcsút elnyerni. Szent Jónás, szent áldozás, imádság, szentséges atyánk, Ferenc pápánk szándékára. Azt hiszem, hogy a legszebb ajándék, amit ma adhatunk Szűz anyának, lehetne a mi tiszta, szerető szívünk. Mégpedig akkor, ha felajánljuk szíveinket Jézus Urunk legszentebb szívének, és természetesen Szűz Mária szeplőtelen szívének. Ne felejtsük a mai napon hálát adni Urunknak, hogy végtelen irgalmában mennyei édesanyát adott nekünk. Ne felejtsük megköszönni, hogy nem vagyok árvák ezen a világon. Ne felejtsük ma őszintén, egyszerűen, mint kis gyermekek, akik nem tudnak hazudni, akik kétszínűség nélkül beszélnek, akik nem várják, hogy cserébe valamit kapjanak, hogy őszinték legyenek. Ne felejtsük úgy, mint ezek a gyermekek, édesen és lángolóan kimondani, Mária, Isten anya, én drága anyukám, szeretlek téged. Az ünnepi szent beszédemet, kedvesű testvéreim, boldog Rómzsa Tódor munkácsi püspök vértanú szavaival szeretném befejezni, aki Szűz Mária méltó fiaként annak idején így fordult hozzá a híres felajánló imádságában. Drága édesanyánk, világkirálynője, felajánljuk neked a te szeplőtelen szívednek önmagunkat, egyházmegyénket, a családjainkat, az ifjúságot, mindnyájunkat, hogy szeretetet és pártfogásot közelítse Isten országának győzelmét, hogy minden nemzet egymással is az Úrral megbékélve boldognak hirdessen téged, és az egész földön veled együtt énekelje a dicsőítés, a szeretet és a hálaadás örök imáját az igazság, az élet és a béke forrásának, Jézus szentséges szívének. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! A hitünk megvallása előtt szeretném szólítani az új képviselőtestületi tagokat, hogy itt az oltár előtt megvallva hitüket tegyenek tanúságot Isten iránti szeretetükről, áldozatkész életükről, mivel vállalni kívánják egyházközségünkben a szolgálatot. Név szerint szólítom őket, és a jelenlévő testvérek közül, aki a nevét hallja, az jöjjön ide előre az oltár elé. Imre Gyula, Juszkó Sándor, Kriczki Beáta, Kocsis Árpád, Takács Mária, Szuperák Tamás, Páfi Kovács Erika, Juszkó Román Mária, ifjabb Végső Béla és Varga Nikoletta. Amikor valakiket beiktatunk
hogy a szertartás könyv nevezi egyházközségi képviselők közé. A képviselő az mindig valamit, vagy éppen valakit képvisel. Képviselik és képviselni fogják az egyház községünkben az Úr Jézus Krisztust. És mivel Máriás templomunk van, így édesanyánkat is. Jel kell, hogy legyenek tehát a világban, egyházközségünkben, az emberek előtt, az életükkel, a hitükkel, a jóságukkal, a szeretetükkel. Erre kérjük most a mindenható Isten áldását. Most valljuk meg közösen mindannyian a hitünket. Hiszek az egy Istenben. Mindenható Atyában, mennyben és a földben, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Istentől, születetlenben teremtett még, az Atyával egy lényének, és minden által értünk emberekért, a mi hűségünkért, leszállt a mennyből, megtestesült a szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberéből, Pontius Pilátus alatt, értünk keresztet feszítettek, kívülhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra fölvágott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Úrban és Istenben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli szent egyházban, hallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Most megkérem az új képviselőtestületi jelölteket, tegyék le az esküjüket. Én Juszko Mária. Én Márta Nikola. Én Pékső Béla. Isten előtti felelősségem tudatával ünnepélyesen megígérem, hogy mint a Félvási Egyházközségi képviselőtestület tagja, életemmel és munkámmal egyházunk javát akarom előmozdítani, erkölcsi és anyagi értékeit védve, egyházközségünk lelki és anyagi érdekeit figyelembe véve, Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint akarok munkálkodni. Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, a magyarok nagyasszonyának, egyházmegyék védőszentjének, Szent Mártonnak pártfogását, a hívek áldozatos támogatását és egyházunk áldását. Amen. Örömmel hallottam, és köszönöm ezt az eskütételt, amit itt most elmondtak, és szeretettel köszöntöm, mint az új téglási új egyházközségi képviselőtestületi tanácsot, önöket. Hallgassa meg az Úr az esküjüket, adjon erőt, hogy teljesíteni tudják mindazt a feladatot, amire most vállalkoznak. A Jóisten áldása és szeretete kísérje életüket, szolgálatukat, munkájukat, így áldja meg önöket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Örvendezünk, testvéreim, a mai ünnepen, mert hatalmas közben járunk született. Kis boldog asszonnyal együtt könyörögünk mennyei atyánkhoz. Add, Urunk, hogy szűzanyánk születésében minden ember felismerje megváltásunk hajnalhasadását. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy egyházad pásztorainak szolgálata által minnyájan újjászülessünk az örök életre. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy égi anyánk közben járására megszülessék a földön a béke. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy a betegeket és a szomorúakat is örvendeztesse meg a szomorúak vigasztalójának születése. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy kisboldogasszony mai ünnepe mennyei születésnap legyen elhunyt testvéreink számára. Hallgass meg, Urunk! Ajándékozz meg minden égi és földi áldásoddal a tégláson élő híveket, szeretteiket, hozzátartozóikat és minden itt jelenlévőt. Add, hogy égi édesanyánk anyai szeretete és oltalma alatt neked tetszően éljék életüket, bőséges áldásodtól kísérve, szeretetettől elhalmozdva, vezesd őket a Krisztusi élet útján a mennyei haza felé, hallgass meg, Urunk! Végtelen szeretetetbe ajánljuk mindazokat, akik az előző képviselőtestületben benne voltak. Állj mellettük gondviselő jóságoddal, ajándékozz meg őket kegyelmeddel, halmozd el szereteteddel, fizess meg nekik sokszorosan mindazért a jóért, amit tettek egyházközségünkért. Áld meg őket és családjaikat, hallgass meg, Urunk! Állj gondviselő oltalmaddal az új képviselőtestület mellett, add, hogy neked tetszően tudják vezetni az egyház községet, az emberek javára, a te dicsőségedre, állj mellettük, gondviselő jóságoddal és szereteteddel, hallgass meg, Urunk! Jóságos mennyei atyánk, szent fiad megtörte az ősi ellenség erejét, az ő szent anyjában égi édesanyját adtál nekünk. Kérünk, hogy közben járására bennünk is törje meg a gonosz lélek hatalmát a mi Urunk Jézus Krisztus, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szentek házjában. Úrunk és Istenünk, egyszülött fiat embersége legyen segítségünkre, hogy aki szűztől születvén, anyának érintetlenségét nem csorbította, hanem megszentelte, az emeljen ki minket vétkeinkből, és áldozatunkat tegye kedvessé előtte, aki él és uralkodik mindörökön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljünk föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. S a boldogságos mindenkor Szűz Mária születésének ünnepén, téged dicsérünk, magasztalunk és áldjunk, mert ő foganta egyszülöttedet a Szent Lélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Úrunkat, Jézus Krisztus. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői és a boldog szeráf kórusok, újjongva együtt tisztelik, hadd kérünk, hogy az ő szavokhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Vagy Istenünk, és méltán dicsőj téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által, szent lélek erejével éltetsz és megszentesz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelye, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kihontaték a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Holadodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiat üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházat áldozati adományára, ismert föl benne fiat áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz veszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és Antal püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk, jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökön öröki. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nekünk ma.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békéd napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, is add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hálékomba jöjjek, hanem csak egy szó állom, és megjövő az én az áldoztatást hirdetném. Tehát Teodor atya itt az oltár előtt fog áldoztatni, azokat kérném, akik a padokban vannak, tehát az oszlopig, azok jöjjenek ide előre, az oszlopon túl pedig én oda megyek, és akkor ott fogom áldoztatni azokat, akik hátul vannak. Thank you.
Íme a szűz fiút szül, aki megszabadítja népét vétkeitől. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, add, hogy egyházad, amelyben szent lakomáddal új erőt öntöttél, méltán örvendezzék a boldogságos szűz Mária születésének, mert tület az egész világ reménye és üdvösségünk hajnala, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Megköszönöm Teodor atyának, hogy elvállalta felkérésemet. Megköszönöm ezeket a szép gondolatokat, amivel, hogy szokták mondani, hogy a jó pap is holtig tanul, tehát mindig valami újat hallunk, újat tanulunk. A mai alkalommal is szűzanya iránti szeretetünket közelebb segített, hogy még inkább hozzá ragaszkodjunk, és úgy tekintsünk még inkább rá, mint anyánkra, mint édesanyánkra, égi mennyei édesanyánkra. Megköszönjük a mindenható Istennek ezt a szép napot. Megköszönöm Róbert atyának, bár már ő elment, de megköszönöm neki is a segítséget, hogy a lelkek tisztogatásával segítette a szolgálatban, hogy tiszta szívvel tudjunk ünnepelni. Ha már a köszöntéseknél tartok, a teljesség igénye nélkül szeretném mindazoknak megköszönni a munkáját, akik a templomunk búcsúi ünnepi szentmisének az előkészítésében segítettek, vagy akár az ünnepi szentmise alatt bármilyen formában segítettek az énekkarnak, hogy énekükkel szebbítették a gyerekeknek, hogy verset mondtak a minisztránsoknak, hogy segítettek, és így tovább. Sokaknak sok köszönettel tartozok. Isten fizesse meg sokszorosan azt a jót, amit tettek. Köszönöm azoknak a testvéreknek, akik eljöttek, hogy együtt ünnepeltünk, akár más egyházközségekből, más felekezetekből. Hálát adunk értük is a mindenható Istennek. Kérjük rájuk is továbbra is a mindenható Isten áldását, égi édesanyánk szeretetét és oltalmát. A körmenet előtt hirdetném továbbá, hogy jövő héten vasárnap, évközi 24. vasárnap lesz. Mivel Szürtében a búcsú szombaton 10 órától kezdődik, ezért jövő vasárnapi tégláson lesz szentmise, a szokott időben 9:30-tól kezdődően. Ugye a évközi 24. vasárnapról vesszük a szentmisét, viszont mindenkit szeretettel hívnak és várnak is a Szürtébe, tehát szombaton 10 órától az ünnepi búcsúi szentmisére. Itt tégláson hétköznap szerdán 17 órától lesz a szentmise. Szintén, mivel Szentkereszt felmagasztalása ünnep lesz, több helyen lesz búcsú, például Beregszászon. Jövő vasárnapra zarándoklatot szervezünk a beregszászi Szentkereszt felmagasztalása templom búcsújára. A szentmise 10 órakor kezdődik, melyet dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek atya fog bemutatni. Autóbuszt is szervezünk, mely vasárnap reggel 8 órakor magyar idő szerint fog indulni a Petőfi tértől. Jelentkezni az ungvári plébánián lehet csütörtökig 80 grivnya részvételi díj befizetésével. Jövő vasárnap szintén búcsú lesz, méghozzá Ungváron a Kálvária templom búcsúja 17 órától, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A szentmise főcelebránsa Majnek Antal püspök atya lesz. Az előző évekhez hasonlóan délután 16 órakor, tehát 4 órakor fogunk indulni a Nepomuki Szent János szobortól, és útközben elvégezzük a keresztutat. Szeptember 27 és 28 között lesz idén az egyházmegyei zarándoklat Mária Pócsra, a péntek esti szentmisét Bosák Nándor nyugalmazott Debrecen nyíregyházi megyés püspök atya tartja, a szombat reggel 7 órait pedig Filip Viktor Teodor újmisés atya. A részvételi díj 200 grivnya, jelentkezni lehet itt a sekrestjében is útlevél adatokkal és az úti költség befizetésével szeptember 18-áig. Egyházközségeink számára közös családi napot szervezünk Csapon szeptember 21-én szombaton, a közösségi házban a Bereg út 55 szám alatt.
Lesz főzőverseny, szabadtéri szentmise előadás, kézműves foglalkozás, arcfestés, zene, tánc, finom ételek, játék, családi vetélkedők, és ha az idő engedi, este 10 óráig utcabál, és egyéb meglepetésekkel várunk mindenkit szeretettel. Mivel szeptember 2. vasárnapja van, de egyébként is búcsú is van, elkészültek a következő gondolatok, azzal a változattal, ezzel szeretnénk egy kis lelki ajándékot adni a kedves testvéreknek, ugye mindegyik ilyen kis szedni kék színű, a szűzanya színe, és a mai alkalommal, mivel templomunk búcsú ünnepe van, ezért arra gondoltam, hogy a Szűz Mária medjugorjei üzeneteiből egy-egy kis gondolatot kiragadva találhatnak majd ezeken a cetliken, majd a körmenet után a kedves testvéreknek, a minisztránsok fogják ezeket osztani. Köszönöm mindazoknak, akik a templom takarításában segítettek, vagy adományaikkal, sütemény felajánlásaikkal, szendvics felajánlásaikkal készültek. A lelki táplálék után egy kis testi táplálékra is várjuk ide egy kis szerény agapéra minden kedves testvérünket. Isten éltesse mindazokat, akik a héten ünneplik a születés vagy a névnapjukat. Örömmel hirdetem a kedves testvéreknek még, hogy szeptember 14-én 4 órakor Hegedűs Viktória és Szűcs Gábor házasságot kötnek. Imádkozzunk értük, a Jóisten áldását kérve az életükre, hogy adjon nekik egy örömökben és szeretetben gazdag, kölcsönös hűségben, örömökben gazdag, szép és áldott házas életet. Köszöntjük ma a 65. illetve 35. születésnapjukat ünneplő Mária és Anita testvéreinket. Isten áldja meg őket bőséges áldásával, minden szükséges kegyelemmel, adjon nekik egy örömökben és szeretetben gazdag, boldog, hosszú földi életet. Míg az adakozást hirdetném, Molnár Mária 500 grivnyát adományozott, egy magát meg nem nevezett személy 300 grivnyát adományozott. Isten fizesse meg nekik sokszorosan. A már délelőtt esett az eső, de Jóisten megengedi, úgy látom, hogy megtartsuk a körmenetünket. A körmenet menete a következő, tehát elő megy a kereszt, utána mennek a minisztránsok, illetve a lobogók, utána megy az oltári szentség, és utána a kedves testvérek. Én kívánok mindenkinek egy áldott és szép, vidám együttlétet a családjaikkal, rokonaikkal, szeretteikkel a mai szép ünnepen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Yeah.
hanem az üdvössége, szentsége, legyen nekem is. Üdvözlégy, oltári Amen. Mondjuk áldást az Úrnak. Istennek.